stúdióban Dúró Dóra. Kezdjük csak, nem? Köszönjük szépen, hogy eljött. Ilyen pici baba mellől. Ez az első tévé meghívás, aminek eleget tudok tenni valóban a negyedik gyermekem születése óta, és örülök, hogy egy ilyen nemes témában sikerült mindezt megtenni. 6 hetes baba, gratulálunk, köszönjük sok örömet, szépen. Boldogságot. Köszönjük szépen. Igen, nem is hallottunk erről a hírről, de hát nem is kell mondjuk azért minden hírről hallani. Kezdjed akkor. Igen, akkor először beszélgessünk arról, amit ön 2016-ban, 2018-ban és most 2019-ben is benyújtott, kitartó. Pedig úgy látszik, hogy még a parlamenti kétharmad, a konzervatív többség sem támogatja az előterjesztését. Nézők kedvét mondja el ön pontosan, hogy miről van szó. Valóban arról, hogy a magzati életkorú gyermekeknek legyen lehetősége arra, hogy életükben egyszer legalább kommunikáljanak az édesanyjukkal. Tehát a javaslat azt célozza, hogy az abortuszt választó terhes anyák meghallgassák a magzatnak a szívhangját, és így tudatosítsuk bennük, hogy mi is valójában a döntésüknek a következménye. Sajnos erre a tájékoztatásra azért van szükség, mert sokan egy hétköznapi orvosi beavatkozáshoz hasonlóan kezelik az abortuszt, és én magam is találkoztam olyan fiatal nőkkel, sajnos, akik egyébként nem is tudják, hogy már akkor egy élő gyermekről van szó, amikor az abortuszra sor kerül. Azt hadd kérdezzem meg öntől, ebben persze van azért némi álnaivitás is. Mit vár attól, vagy mit várna attól, hogyha egy édesanya, vagy leendő édesanya, egy terhes nő, aki valamilyen oknál fogva mégis emellett a döntés mellett döntött. Már az abortusz mellett. Így van. Meghallgatja a magzatának a szívhangját. Azt remélem, hogy minél több anyában tudatosodik, hogy mi is ennek a döntésnek a súlya, és ezért megpróbál más megoldást keresni. Konkrétan az élet mellett dönt, a saját gyermekének az világra hozatala mellett dönt. Nagyon fontos, hogy ezt az intézkedést az is... Tehát, mert hogy azt várja, hogy érzelmileg mondjuk az a hölgy, amikor meghallja a saját magzatának ugye a szívhangját, valamire ráeszmél, hogy egy születendő gyermeknek, az én saját gyermekemnek a szívhangját hallom, és ennek hatására megváltoztatja a döntését, és nem az abortusz mellett dönt, hanem a szülés mellett dönt. Bízom benne, így van, bízom benne. Egyébként Macedóniában van egy hasonló szabályozás, ahol ezt bevezették, ott sikerült is kimutathatóan csökkenteni ezáltal az abortuszoknak a számát. Ugye a legártatlanabb és legvédtelenebb embertársainkról van szó a magzatok esetében, akik még nem tudnak védőbeszédet mondani saját maguk mellett. Ez az egyetlen lehetőség, hogy valahogy halljuk az ő hangjukat is, hogy a szívhangjukat meghallgassuk. Ez egyébként, ez a javaslat a tájékozott beleegyezésnek, egy modern egészségügyi alapelvnek alapján nyugszik. Tehát azt szeretném, hogy az édesanyja tudatában legyen a döntésének, hiszen sokan sajnos egy sejtcsomónak tekintik a már egyébként élő magzatgyermeket. Hadd kérdezem öntől, ön azt mondta, azt idézte, hogy míg nálunk átlagosan évi 90 ezer élveszületésre 30 ezer abortusz jut, a 38 milliós Lengyelországban 300 ezer feletti szülésre 1000 abortusz jön. Tisztában van ön azzal a ténnyel, hogy azokban az országokban, ahol az abortuszt betiltották, nem nőtt meg a tilalom következtében a születések száma. Egészen konkrétan ellenőriztem Lengyelországot, ahol az egyik legszigorúbb az abortusz törvény. Az elmúlt 20 évben az abortusz tilalom ellenére egyenletesen és folyamatosan csökken a születési ráta. Hát ez nyilvánvaló, hogyha azt nézzük, hogy az egész Európa egy demográfiai nehézséggel küzd, Lengyelország is, ahogy Magyarország is, és nagyon félrevezetőnek tartom azt, mikor például Magyarországon is arról beszélünk, hogy egyre kevesebb gyermek születik. Most már a következő években tehát a következő években jövőre is kevesebb gyermek fog születni, ezt most megmondom, mert már 1980 óta kevesebb gyermek születik, tehát kevesebb a szülőképes korú nő is. Ebből következik, hogy magának a gyermekek száma az csökkenni fog. A termékenységet érdemes megnézni, hogy az édesanyák számához viszonyítva mennyi a termékenység. És sajnos ebben egyébként nem tudott áttörést hozni az Orbán kormány sem. Most a legfrissebb statisztikák azt mutatják, hogy visszaesés következett be, még ugye 2011 óta folyamatosan növekedett a termékenység, most már bármilyen családpolitikai intézkedéseket is hoztak, sajnos visszaesett ez is. Tehát azt látjuk, hogy a
kormánynak a családpolitikája nem ért el azt a hatást, ami szükséges lenne ahhoz, hogy fenntartható legyen a társadalmunk, és ezért olyan konfliktusokat is akár vállalni kell, vagy olyan nehéz ügyekhez is hozzá kell nyúlni, mint amilyen az abortusz kérdése. Nagyon sokan vannak ezen a földön, és kíváncsi vagyok az ön véleményére, az ő véleményükkel kapcsolatban, akik úgy gondolják, hogy a kényszerterhesség a kínzás egyik fajtája, és nem önmagában az élet, hanem az emberhez méltó élet és a szeretetben való felnevelkedés a jelentősége az emberi életnek. Én úgy gondolom, hogy minden édesanya, aki gyermeket vállal, már önmagában biztosítja a szeretetben való felnevelést. Aki nem szeretne gyermeket, és meg kell szülni, az is? Biztos vagyok benne, hogy azok az édesanyáknak a nagyon nagy része Magyarországon is, akik az abortuszt választják, valamilyen külső kényszer hatására választják ezt. Tehát nem szeretném azt, hogy az édesanyák... Segíteni azoknak az indokok, kondícióknak a megszüntetésében? Természetesen. Apát rendelni a gyermek mellé, ahogyan, anyagi támogatást adni. Ahogyan említettem, az államnak nagyon fontos, hogy ezeknek az édesanyáknak nyújtson segítőkezet, és ne érezze kényszernek senki Magyarországon az, hogy csak az abortusz az egyetlen megoldás, hiszen az élet, amelyet egyébként az alaptörvény szerint a fogantatástól kezdve védelem illet meg, bár ez hazugság, ahogyan látjuk, mert a Gyurcsány kormányhoz képest az Orbán kormány abortusz politikája semmit nem változott. Tehát ezt a kényszert szeretném megszüntetni a nőkön, hogy csak azt a lehetőséget lássák. Egyébként az Egyesült Államokban és Csehországban kis számban ugyan, de végeztek olyan felmérést, hogy azok a nők, akiktől megtagadták az abortuszt, és egyébként ezt most véletlenül se szeretném felvetni, tehát nem erről van szó, ők a későbbiekben 95%-ban azt mondták, hogy igen, valójában ez volt a jó döntés, hogy megszülték a gyermeküket, vállalták, és egyébként ezeknek a gyermekeknek csak az 5%-át adták örökbe későbbiekben. Ez is egyébként szerintem egy jobb megoldás lenne, nem kötelező felnevelni a gyermeket, de az élethez való jog megilleti már a fogantatás pillanatától. Benyújtott egyébként ezt a törvényjavaslatot? Kétszer már benyújtottam, most idén még nem. Tehát de majd most tervezem, fogja. Természetesen. Tervezik. Köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget.